Kaptunk egy-két információt, igen, hogy eléggé kemények és jó magasak, és tudjuk, hogy körülbelül milyen stílus játszanak. Többet azt még az edzővel ott és videó által fogjuk megismerni a csapatot. Tudjuk, hogy a körülmények az, hogy nagyon meleg van, ott kemények a pályák, de ki kell, hát tovább kell jutni, vagy pedig jó eredményt kell hozni ott, az a cél persze. Te saját magadtól mit vársz? Gondolom úgy tervezed, vagy úgy tervezi az edzős, hogy az alapcsapatban azért ott a helyet, hogyha valami nem jön közbe, gondolom akkor a jó játék az alap lenne. Igen, én célom az, hogy a játékosom ellenfelem ne menjen ez hélemen, ne cselezzen ki, vagy pedig ne adjon valami beadást, szóval én lejek jobb tőle. A másik játékosnak szerintem ugyanez, és ha ez minden jól megy, akkor jó eredményt fogunk tudni elhozni. Ugye most az utazásra készültök, egy elég hosszú út vár rátok, aztán rögtön ott a mérkőzés. Gondolom ezt fejben már valahogy elrendeztétek magatokban, hogy ennek ellenére valami jó eredményt kéne elérni a meccsen, de hát ugye a melegben az utazás az biztos, hogy nem tesz jót. Ezt tudtuk, és ez mindig is így volt, és mindig is így lesz, de nem csinálunk ebből problémát. Ha erre vezet az út, akkor arra megyünk. Hogyha meleg van, tesszük a dolgunkat, és reméljük, hogy jól fogjuk tenni.